Szervusztok, kedves restauratív lájfosok! Ez alkalommal egy olyan témát hoztam nektek, ami engem már régóta foglalkoztatott, hogy hogyan tudnám azt megvalósítani, hogy két röntgenfelvételt egymással nagyon pontosan összetudjak hasonlítani kiindulási, preoperatív és posztoperatív röntgenfelvételeket, vagy akár gyógyulásokat. Ugye, hogyha készítünk egy hagyományos kétdimenziós OP felvételt, vagy akár csak egy periapikális felvételt, ahányféle röntgenfelvételt készítünk, annyiféle eredményt fogunk kapni, annyiféle beállítással fog elkészülni a felvétel. Ez valamilyen szinten igaz a CPCT felvételekre is, csak hogy mivel itt egy koordinátarendszerben, egy háromdimenziós koordinátarendszerben mozgunk, hogyha ezeket az adott képpontokat mi össze tudjuk szinkronizálni, akkor a két CBCT felvétel egymással nagyon exaktan, nagyon pontosan összehasonlíthatóvá válik. Ezáltal, hogy csak példákat hozzak, nyomon lehet követni azt, hogy egy adott folyamat, egy lézió hogyan alakul, hogyan gyógyul. Nyomon lehet követni azt, hogy hol történik csontlebontódás az idő múlásával, hol sikerül például a csontfelépülést elérni. Nagyon szépen lehet monitorozni műtéteknek a gyógyulását, eredményeit. Úgyhogy az elkövetkezőekben azt fogom megmutatni, hogy egy ilyen preoperatív CBCT felvételt hogy tudok szinkronizálni és összehasonlítani egy posztoperatív röntgen felvétellel. Mint ahogy itt is látjátok. Jó, úgyhogy akkor ehhez fogjunk hozzá. A program, amivel ez lehetséges, az a 3D Slicer. Ez egy orvosi felhasználásra, adatok analízisére, vizualizálására készült program. De az azért az igazsághoz hozzátartozik, hogy egy meglehetősen komplex és bonyolult programról van szó, és elég sok benne a fejlesztői hiba is, és a megalkotásnál nem igazán törekedtek arra, hogy egy orvosok által könnyen kezelhető, egyszerű felhasználói felületet hozzanak létre. Nagyon sok ilyen túl van bonyolítva, úgyhogy én most megmutatok egy módszert, ahogy ezt én csinálom, de én úgy nagyon komplexen nem folytam, vagy ennél komplexebben nem folytam bele a témába. Ha valakit ez érdekel, a YouTube tele van tutoriálokkal, videókkal, ahol sokkal több tudást ki lehet aknázni ebből a programból. Lehet szegmentálni például álcsontokat, alkalmassá tenni 3D-s nyomtatásra, lehet háromdimenzióban ábrázolni adott leképezett területeket. Szóval nagyon sok mindent tud a program, de annak javaslom az elmélyülést, akinek van hozzá idegrendszere, mert viszonylag sok problémával és hibával fog a felhasználás során szembesülni. No, a CBCT-ket először importálnunk kell a programba. Ez a következőképpen történik. Itt az import tájkon felirattal. Javaslom, hogy rakjátok egybe a preop és a postop CT-ket, és akkor egy közös könyvtárt be lehet importálni. Ez el fog tartani egy darabig, míg ez bekerül. Óra kérdése. És itt a páciensnél megjelenik a CBCT, és itt látjátok, hogy behívtam mind a kettő felvételt. És akkor innentől ezeket be lehet tölteni. Szintén el fog tartani egy darabig.
És akkor itt a betöltött adatoknál megjelenik a mind a kettő CT felvétel. Egy kis info arról, hogy működik a kezelőfelület. Ez az ikon adja meg, hogy milyen nézetben nézitek a CT felvételt. Érdemes a konvencionális nézettel kezdeni, tehát gyakorlatilag áll egy 3D dimenziós ablakból. Itt azért üres, mert nincsen szegmentálva semmi. Ide, hogyha például szegmentáltok álcsontot, akkor ezt annak a háromdimenziós képe ide fog kerülni. De nekünk ez most nem fog kelleni. Nekünk elég a három tengely annak a megjelenítése. A csúszkákkal tudtok a tengelyek mentén haladni. Itt most a CBCT túl van exponálva, ez azért van, mert anonimizáltam, újra mentettem a CT felvételeket, és valamiért túl exponálta a program. Szintén a hibák egyik variánsa ez. Viszont ezen lehet segíteni ezzel az ikonnal, ha rákattintotok, és az egérgombbal hagyományos módon az expozíciót be tudjátok, hogy nagyjából lőni. Jó, tehát akkor ez az expozíció korrekció. Itt lehet egyébként más nézeteket is kiválasztani, például, hogy kifejezetten egy sáv vagy egy tengelyt tudtok behívni, és azt megszemlélni. Jó, szerintem most egyelőre maradunk a konvencionális nézetnél. A navigáció egyébként úgy működik, hogy visszakattintunk az egérre. A jobb egérgombot, hogyha nyomva tartjátok, akkor zoomolni lehet a felvételen. Ha középső egérgombot, illetve a kereket tartjátok, akkor pedig mozgatni lehet a felvételt. Jó, és akkor ezekben a sávokban pedig a tengelyek mentén mozgunk. No, amit itt látok, hogy két CBCT felvétel történt behívásra. Itt a kis szemikon mutatja, hogy melyik felvétel aktív, vagy az egyik, vagy a másik. Ugye ez itt a preoperatív CT felvételünk, ezt is egy kicsit korrigáljuk. Mindenképpen javaslom ezt átnevezni, hogy egyértelműen legyen a dolog. Ezt most én átírom, hogy preop. És azt tudni kell, hogy a programnál, a program úgy működik, hogy lesz egy fix CT felvételünk, és lesz egy mozgó. Gyakorlatilag a fix lesz a referencia pontunk, vagy a referencia felvételünk, és ehhez fogjuk hozzámozgatni, hozzáigazítani a másik CT felvételt, úgyhogy ebben az esetben azt is javaslom ideírni, hogy itt a preop lesz a fix felvételnek, majd később lesz jelentősége. Itt pedig a post-op. Ez pedig a stop és mozgó. Jó. Még egy apróság. Ha itt ezt az állapotsávot lehívjátok, és erre rákattintatok, akkor itt be tudjátok hívni mind a két CT felvételt egymás alá. Itt a fix és a mozgó preop-posztop. És akkor a kettő között ezzel a csúszkával tudunk mozogni. Most kinagyítom, hogy jobban lássátok. Lehúzzuk ide. Ugye az látszik, hogy a bepozícionálás az nem ugyanaz. Egész máshol vannak a fogak, a képletek, a képpontok. Na, mi most ezen fogunk segíteni, hogy ez egybeessen. Ezt pedig a következő módon lehet megtenni. Itt a lenyíló ablaknál megkeresitek a Registration és a Landmark Registration-t, és akkor itt a felugró ablakba be kell állítani a fix pontot, amit már eleve megadtunk, és a mozgó felvételt. Ha ez megvan, akkor egy ilyen 9 ablakos verzió jelenik meg. A felső sávban látjátok a preoperatív három tengelyt, a
középsőben a posztoperatív három tengely, és ez pedig az összehasonlító nézet, ahol egymásra vetíti 50-50%-ban a két felvételt. Itt fogjátok majd nyomon követni, hogy körülbelül az igazítás az hol tart, mit csinál. A lényeges gomb az, hogy egy ilyen fit gombbal lehet bepozícionálni középre mindent, illetve a közép nagyításra. Tudtok ránagyítani a CT felvételekre, illetve kicsinyíteni. Amikor elkezditek, mindenképpen ezt a verziót a regisztráció típusába ezt állítsátok be. Jó. A továbbiakban meg fogunk keresni referenciapontokat. Itt referenciapontokról azt kell tudni, hogy amikor mondjuk egy fogas esetünk van, ideális referenciapont például a gyökércsúcs, a incizális élek, esetleg gyökértömésnek a csúcsa. Ezek azért jó referenciapontok, mert könnyen megtalálható kis pontok mind a két CT felvételen. Ebben az esetben ugye a preoperatív CT az fogas, a posztoperatív CT viszont fogatlan, ott már implantátumok vannak a szájban, ezért ezeket nem fogjuk tudni használni. Itt a csontban kell keresnünk olyan pontokat, amit mind a két CT felvételen relatíve könnyen beazonosítunk és megtalálunk. Ez a maxillán általában könnyebb, a mandibulán kicsit nehezebb feladat. Maxillások az idegkilépési pont, ami szerintem nagyon jól használható. No, következőt javaslom. Érdemes megkeresni mindenképpen olyan pontokat, amik jól azonosíthatóak, és picik. Ilyen például, hogyha elkezditek nézni ezt a felvételt, akkor mondjuk itt, ahol ez a canalis incisivus itt elkezd záródni, ez például egy ideális hely. Ezzel a gombbal tudtok ilyen referenciapontot megadni. És hogyha megnézitek a felsőben, mind a háromba nézetben, mind a három tengerre rákerült ez a referenciapont. A posztoperatív CT-n pedig ugyanebben a koordinátában, vagy ugyanebben a koordinátában rendszerben behelyezte a referenciapontot nekünk, csak hogy mivel a két CT felvétel nem ugyanazzal a beállítással készült, ezért a két pont nem ugyanoda esik, de ezt mi tudjuk korrigálni. És ez kell majd egy kis rutin gyakorlat, hogy ez könnyen menjen. És akkor el kell kezdeni keresni azt a pontot, ami úgy hasonló, mint a miénk. Hogyha úgy nagyjából megvan, akkor érdemes ráfinomítani, ránagyítani, és nézni a különbségeket, hogy jók vagyunk-e. Itt látszik, hogy itt a csúcson van. Na most ezt minél precízebben csináljátok, annál precízebb lesz nyilván az élesztés. Az a tapasztalatom, hogy minimum egy 4-5 referenciapontot azért meg kell adni ahhoz, hogy körülbelül értékelhető eredményt kapjunk, de van úgy, hogy 7-8 referenciapontra is szükség van, és minél többet elbabrágat a referenciapontokkal az ember, annál szebb végeredményt kap. Hogyha nincs szükségetek nagyon-nagyon precíz illesztésre, akkor azért relatíve haladósan lehet dolgozni. Jó. Na, ezzel a gombbal visszatérünk a kiindulási pozícióba. A következő referenciapontot én itt a körülbelül ide a spina nasalis anteriorra raknám. Mindegy, hogy alulra vagy fölülre teszitek, de érdemes, ha már fölül indultunk, akkor fölül folytatni. És itt is ugyanaz a helyzet, hogy körülbelül meg kell keresni azt a helyet, ahol mind a három tengelyen ugyanazt a nézetet látjuk. Ha nagyon máshol vagyunk, nagyon más a megintett kép, akkor általában baj van.
Jó, így körülbelül így. Természetesen vissza lehet térni ezekhez a pontokhoz. Később is, és ezeken lehet még finom hangolni. Következő referencia pontnak. Itt már kinéztem egyet. Itt egy ér, kis artéria lép be a arcüreg területére. És ez egy viszonylag jól körülhatárolható pont. Ezt látjátok, hogy közben az alsó sáv az folyamatosan módosul, mozog. És akkor ilyenkor, mikor nagyjából megtaláltuk a pozíciót, akkor azért rá kell közelíteni. És fontos, hogy mind a három nézetben azért nagyjából ugyanazt, mind a három tengelyen nagyjából ugyanazt kell lássuk. Jó, és akkor a negyedik. Szintén egy ér másik oldalon. Itt azért látszik, hogy most nem találtam meg az eret. Nem teljesen ugyanaz az élesség a két felvételnek, körülbelül itt van. Addig kell állítgatni, mozgatni a dolgokat, amíg azért nagyjából ez megfelelő, és akkor most négy pontunk megvan, akkor tartsunk egy kontrollt, hogy körülbelül mit ért el eddig a program. Kicsit ránagyítunk. Ezzel a csúszkával tudjátok állítani, hogy az alsó összehasonlító képen mekkora legyen az átfedés a két CT között. És ha ezt mozgatjátok, akkor azért látszik, hogy a csontnak a kontúrja mozdul-e, hol tartunk az összehasonlításban. Most úgy néz ki, hogy ez a négy pont, ez azért már egész jó eredményt ad. Meg lehet keresni esetleg ezt az oldalt is. Én azt mondom, hogy ha ezzel úgy egy elégedett tud lenni az ember, akkor itt meg lehet állni. Nyilván ennél még lehet precízebben is tökéletesebb felvételt is elérni, de szerintem ez már nem rossz. Jó, tehát akkor megvan a négy referencia pontunk. Nagyon fontos, hogy itt végig ez legyen bejelölve. És hogyha ez megvan, akkor ezt a módosítást nekünk el kell menteni. És ez a következőképpen zajlik. Szintén Registration, CMF Registration és az Apply Matrixbe. Jó, itt az input volume a post-op mozgó lesz. Itt a matrix, ez az a transformáció, amit most a referencia pontok segítségével végrehajtottunk, tehát tulajdonképpen egy vektor, és a referencia pont pedig a fix CT-nk lesz. Itt pedig megadhatjuk a nevét az elkészülő harmadik CPCT-nek, ez pedig legyen a post-op korrigált. Jó. Ez el fog tartani egy darabig, viszont hogyha jól dolgoztunk, akkor ez hiba üzenet nélkül lefut. Rendben, és itt rögtön tudjuk is ellenőrizni, hogy mit csináltunk. Ezt lehúzzuk, hogy jól látható legyen, lenyitjuk az állapotsávot, az egyik sávba behívjuk a preoperatív CT-t,
a másikba pedig a posztoperatívot. Megkeressük a maxillát, mert ahhoz igazítottunk. És akkor a csúszka segítségével tudjuk állítani az áttetszőséget. És nézni, hogy hol történt változás. Mondjuk itt. Már a fejek vannak. Jó. Tehát gyakorlatilag ezáltal létrehoztunk egy harmadik korrigált CBCT-t. Nyilván ezeknek a segítségével tudjuk állítani a nézetet, meg tudjuk nézni ugyanezt. Másik tengelyen is. Gyakorlatilag erről van szó. Tök érdekes, hogy ha megfigyelitek, és ezt már több CT-n néztem, hogy a ornyákártyának az állapota hogy változik, és ez nem függ össze semmivel, valószínűleg, hogy milyen éppen a nedvesség tartalma a levegőnek, de ez hol duzzadtabb, hol kevésbé duzzadt a nyálkahártya, de a szeptumok és a konhák a helyén vannak. És hogy gyakorlatilag ezzel megvagyunk, és azt még megmutatom, hogy ezt hogy tudjátok elmenteni. Bementek az adatok közé, kiválasztjátok ezt a posztop korrigált felvételt, és egy jobb gombbal ezt ki tudjátok exportálni Daikon 5-ba. És hogyha bármikor behívjátok a programba, itt meg lehet adni az adatokat hozzá, ha bármikor behívjátok a programba, akkor ez gyakorlatilag összehasonlíthatóvá válik. Sajnos egy dolgot nem tudok, arra nem jöttem rá, hogy lehet-e változtatni a tengelyeknek a szögét. Tehát, hogy ilyen hagyományosabb, ilyen dentális ívet végig lehet-e vele húzni, lehet-e követni, hogy jobban összehasonlíthatóvá váljon például a szemfognak a zónája. Ez sajnos erre nem jöttem rá eddig. Végezetül pedig kis érdekességnek hoztam egy szóló egyes Zofort implantációt, ami sajnos nem sikerült a lehető legtökéletesebbre, de hát ebből is tudjunk tanulságot levonni. Hogyha megnézitek, ez egy egyéves kontrollfelvétel, és ami jól látszik, hogy elég rákoncentráltam arra, hogy ez a csavarjárat palatinálisan jöjjön ki, hogy egy szép csavaros rögzítésű pótlás készüljön. Ezt mostani fejjel szerencsésebb lett volna palatinálisabban rakni minimum egy 1,5 millimétert. Ha megnézitek itt ezt az apikális területen, az a kis vékony kis csonti, az el is tűnt. Viszont ami örömhír, hogy ez a kresztális rész, ha összehasonlítjuk, és ugye ezért csináljuk az Zofort implantációt, hogy a lehető legtöbb csontot meg tudjuk tartani, azért az sikeresnek mondható, hogy én azt kell mondjam, hogy majdnem 100%-ban ott maradt az a csont. Az is igaz, hogy itt azért ez egy vastag, jó vérellátású csontlemez. Szóval ilyesmire is jó ez a program. Remélem, hogy tudtam nektek hasznosat, újat mutatni. Ha valami kérdésetek van, egész bátran forduljatok hozzám. Nem ígérem, hogy a program teljes spektrumában én tudok segíteni, de ezt a részt, hogy tudtok összehasonlító elemzést csinálni, abban azért fogok tudni valószínűleg válaszolni. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmeteket. Sziasztok!